Szűcs Lajos fogja elvégezni. Hát én nem tudom, Nagy László mit szól ehhez, de azt azért halkan megjegyezném, hogy az újpestiek a második félidőben nem játszottak olyan jól, hogy itt gálát kéne rendezni a Megyeri úton. Az 5-1, az 5-1 persze, ez természetes. Na mindegy. Szűcs Lajos tehát. Kapus a kapusnak. Bíró és Szűcs. Vajon melyikük fogja jobban érezni magát ezután a jelenet után? Szűcsnek nagyobb az esélye rá, de hát ki tudja. Púl még rendezgeti a játékosokat. Szűcs Lajos tehát. Most fut neki a labdának. Gól! De micsoda gól! Hát ez már gála azért, meg kell, hogy jegyezzem. A kapufáról pattan le a labda a hálóba. Bomba góllal 6-1 az Újpestnek. A közönség szerette volna, nagy önbizalmat adott nekem, annak ellenére, hogy mondjuk nálunk ki vannak jelölve a 11-es ugók, és ezek között nem vagyok én. Mi történik akkor, hogyha nem a kijelölt játékos ugja a büntető? Hát most a nép akarata érvényesült. És ez mennyibe fog kerülni Szűcs Lajosnak? Hát ez sokba fog neki kerülni. Te fizeted? Nem, ez meg lesz büntetve, mert azért tényleg az NB1-es bajnokság nem bóckodás, és hát nem Paraguayban vagyunk, vagy Argentina. Neked kellett volna szólni, mert te vagy a kijelölt játékos. Így van, hát integetett is az edző, meg a csapatkapitány is, de hát a Lajos olyan lendülettel jött, nem volt szívem ellökni. Ettől függetlenül szép gólt lőtt. Hát mondjuk azt, hogy benn van. Lehet, hogy ő fogja a következőt rúgni, már egy éles meccsen is? Én mondtam neki, hogy a Fradi ellen 0-0 a 90-ben is jöjjön és rúgja. A közönség pedig tombol, hiszen érkezik a 11-eshez Szűcs Lajos. A kapus szerdán ünnepelte 28. születésnapját, és most megszerezheti második gólját a magyar élvonalban. 1997. április 5-én, míg az újpesti játékosaként a Csepel ellen volt eredménye szintén büntetőből. Vég a másik irányba mozdul, 3-0. És felhőtlen öröm Szűcs Lajos arcára írva. 66. perc. Azt hiszem, a szünetben nem sok ferencvárosi drukker gondolta volna, hogy ilyen sima lesz a mérkőzés állása ebben a szakaszban. Szűcs nekifut, és maga biztos. 11-es következik, és Szűcs Lajos, hogy a közönségnek is legyen egy kis öröme, elvégezheti a 11-est. Kétszer, két meccsen eddig nem tudta előni, most elrúgja Szűcs, és maga biztosan értékesíti a bal alsóba. Ugye kapott ma 40 méterről egy gólt Szűcs Lajos, lehet, hogy most egy kis lelki támasz volt ez, hogy gólt kaphasson, hogy gólt rúghasson Szűcs, és elvégezhette a 11-est. Ugye két ominózus meccs volt már, amikor a Nyíregyháza ellen és a Vasas ellen is, amikor Szűcs elrúgta volna szélesen a büntetőt, akkor nem engedte László Csaba. Most engedte, Szűcs pedig bevágta a bal alsóba, és ezzel 3-1 a Ferencváros javára. Ha nem akarom azt mondani, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a mérkőzés eldőlt. Csaba, egy olyan kérdésem lenne, hogy eddig nem engedted Szűcs Lajosnak elvégezni a 11-est, most miért? Javítsa ki a hibáját. Ennyi? Igen. Így van, akkor valóban ez volt az oka. A közönség találja ki, kit követel, Szűcs Lajost. Szűcs pedig jön, lát és az idényben már másodszor győz. Szép hiába vetődik jó irányba. Kapus a kapus ellen, 74. perc, Szűcs! Halál biztosan. A bal sarokban 4-0 a Ferencváros javára. Szűcs Lajos a negyedik gólszerző, és ez most már a harmadik gólja a bajnokságban.